Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszöntöm Önöket a Törökcsen Miklós helyi választási bizottság rendkívüli mandátum átadó ünnepi ülésén a Városháza dísztermében. Köszöntöm dr. Szűcs Sándor urat, a helyi választási bizottság elnökét, dr. Vigor Imre jegyző urat, a helyi választási iroda vezetőjét, Markó Imre polgármester urat, a Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott tagjait, Törökcsen Miklós város önkormányzata osztályvezetőit, a Városháza munkatársait. A himnusz elhangzása után kérem dr. Szűcs Sándor elnök urat, hogy tartsa meg tájékoztatóját, illetve a mandátumokat adja át. A választási eljárás ide vonatkozó rendjét ismertesse velünk. Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit. Lezárultak a szavazások érvényesen. A helyi választási bizottság hétfőn hajnalban megállapította az eredményeket. A tegnapi napon 16 órakor a polgármesteri választás eredményei, illetőleg a roma nemzetiségi képviselők választásának az eredményei jogerősek lettek. Ezáltal a polgármester úr részére, illetőleg a nemzetiségi képviselők részére a megbízó levelek, a mandátumok átadása mai napon meg fog tudni történni. Az egyéni képviselői mandátumokkal kapcsolatosan az egyes számú egyéni választókerület választási eredményével szemben fellebezés érkezett. Ez a mai napig nincs még elbírálva. Ezáltal itt a mandátumok és ezáltal a kompenzációs listával kapcsolatos mandátumok is ennek az elbírását követően kerülnek majd átadásra. Nyilvánvalóan a helyi választási bizottság, amint a fellebezés eredménye megszületik, azonnal ki fogja osztani majd a mandátumokat. Gyakorlatilag én nem kívántam volna többet mondani, amennyiben kérdésem van valakinek, arra szívesen válaszolok. Egyebekben át kívánnám adni akkor a megbízó leveleket. Nincsen kérdés, akkor polgármester úrnak szeretném elsősorban.
mandátumok átadását. Gratulálunk polgármester úrnak és a Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselő tagjainak. Kérem, hogy most hallgassuk meg Sinkovics Imre nemzetszínésze tolmácsolásában Vörös Marti Mihály szózatot mondta. Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar. Bölcsőd az, s majdan sírod is, mely ápol s eltakar. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely. Ágyon vagy verjen sorskeze, itt élned, halnod kell. Ez a föld, melyen annyiszor apáid vére folyt. Ez, melyhez minden szent nevet egy ezred év csatolt. Itt küzdenek honért a hős Árpádnak hadai. Itt törtek össze Rabigát Hunyadnak karjai. Szabadság, itten hordozák véres zászlóidat, s elhúltanak legjobbjaink a hosszú harc alatt. És annyi bal szerencse közt. Oly sok viszály után, megfogyva bár, de törven nem, él nemzete hazán. S népek hazája, nagyvilág, hozzád bátran kiált. Egy ezredévi szenvedés kér, éltet vagy halált. Az nem lehet, hogy annyi szív hiába ont a vért, s keservben annyi hűkeben szakadt meg a honért. Az nem lehet, hogy ész, erő és oly szent akarat hiába sorvadozzanak egy átok súly alatt. Még jönni kell, még jönni fog egy jobbkor, mely után buzgó imádság epedez százezrek ajakán. Vagy jönni fog, ha jönni kell, a nagyszerű halál, hol a temetkezés fölött egy ország vérben áll, s a sírt, hol nemzet süllyed el, népek veszik körül, s az ember millióinak szemében gyász könnyű. Légy híve rendületlenül hazádnak, ó magyar, ez éltetőd, s ha elbukál, hantyával ezt akar. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon, vagy verjen sorskeze, itt élned, halnod kell.